Maratoni hosszúságú tanácskozást tartott március 1-én Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete. A munkaterv szerinti ülésen 21 előterjesztést tárgyalt a grémium, ezek közül a legfontosabb a település idei költségvetése volt. Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, továbbá a már megkezdett előkészített fejlesztések befejezése, illetve új fejlesztések indítása. Ez a két fő célja a város 2017-es költségvetésének, amit csaknem 7,5 milliárd forintos bevételi főösszeggel, 11 igen szavazattal és 3 tartózkodással fogadtak el a városatyák. Az idei költségvetés és a városnak azt mondható, hogy nagyon-nagyon pozitív, mivel a város olyan pénzösszegekkel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy biztonságosan gazdálkodhasson. Most, hogyha fideszesként azt mondom, hogy az adósság konszolidációnak azért ebben nagyon nagy szerepe van, de ettől függetlenül a városvezetés is felelős gazdálkodást folytat, és ennek köszönhetően van pénz olyan dolgokra és fejlesztésekre, aminek a városlakók nyilván örülni fognak az elkövetkezendő időben. Nyilván sokkal kedvesebb az embernek azokról az erényekről és azokról a lehetőségekről beszélni, ami pluszként jelentkezik a költségvetésben. Ilyen például az a 4 dolog, amit ugye rögtön a költségvetés elején kiemeltem a vita kapcsán, az egyik a főtér, ami számtalan képviselőnek, városlakónak, főépítésznek és nagyon sok mindenkinek kérése volt már, hogy induljon el. Nyilvánvalóan ezt saját forrásból idén 2017-ben elkezdjük. Megnézzük, hogy milyen tartalommal, ami egyeztetve lesz egyrészt nyilvánvalóan az ott lakókkal, a képviselőtestülettel is, és végre elkezdődik ott valami, amit én azt hiszem, hogy ott már nagyon-nagyon várnak. Ez az első, ami szerintem egy fontos mondani való, ami nem csak az ott élőket, hanem a város egészét érdekli. Egész biztos az, hogy a közétkeztetés kapcsán azért közel 3000 gyermek vagy felnőtt étkezik a központi konyhánkról. Az, hogy ennek a technológiai fejlesztésére mindig fokozottan oda kell figyelnünk, és az, hogy valami folyamatos, tényszerű dolgokat kapjunk erről, az szintén nagyon fontosnak tartjuk, és az, hogy már más nagyobb városokban bevezetett A-B menü közötti választási lehetőség megadatik egy gyermek vagy egy felnőtt számára a közétkeztetésben, ez egy újabb lépcső tud lenni, ami az egyrészt, hogy nyilván a költségvetésből biztosítunk forrást, és maga a cég bonyolítja le az ehhez kapcsolódó szoftvervásárlást és minden mást. Ez új technológiát jelent, ez új statisztikákat jelent, és természetesen az igények pontosabb és jobb kielégítését tudja jelenteni. Szitka Péter hozzátette, a kazincbarcikai összevont óvodákban a következő 4 évben 100 millió forintot költenek korszerű játszó és fejlesztő eszközök vásárlására, továbbá a sikeres svájci alap mintájára önálló vállalkozás fejlesztési alapot hoznak létre. Egész biztos az, hogy a vállalkozás fejlesztés és egyfajta keretbővítést, ami a korábbi időszakban ugye a svájci keret mentén megvalósítani lehetett, ami immáron 4-szer került meghirdetésre, az ebben az évben is folytatódik. Igaz, hogy már a svájci keret az már ebben nem vesz markánsan részt, hiszen az már kifut, de ettől függetlenül a saját költségvetésünkből egy saját keretet hozunk létre, amely pontosan ezeket a célokat szorgalmaznák, úgy, hogy pontosítjuk a városi igényt, és pontosítjuk azt, hogy kik a kedvezményezettek köre. A költségvetésben emellett gondoskodtak arról, hogy a kormányrendelet által előírt kötelező bérminimum és minimálbéremelés az önkormányzat intézményeiben, illetve gazdasági társaságainál is megvalósuljon. Az önkormányzat és az önkormányzatnak a önkormányzat alá tartozó szervezeteknél ez 500 emberről szól, majdnem 500 emberről szól, akiknek a fele most béremelésben részesül. Ez nagyon nagy öröm, és gondolom nagyon nagy öröm azoknak a családoknak, akik megkapták ezt a lehetőséget, de egy kis fejtörést is okozott az önkormányzatnál, mivel bérfeszültséget is jelent, ugye, ahogy a sávok összecsúsznak. Erre találtak megoldást az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalban, és kétféle módon is kompenzálják a hivatalban dolgozók bérét, ami nagyon nagy örömére szolgál a frakciónknak is, hogy megtörténnek majd a béremelések, és reméljük, hogy ez megtartó erő lesz a hivatal dolgozói körében is.
rákérdeztünk arra is, hogy az önkormányzat cégeinél, a holdingnál is meg fognak-e történni ezek az emelések. Azt a választ kaptuk, hogy természetesen a garantált bérminimumra és a minimálbérre történő emelés, mint mindenhol január 1-től itt is megtörtént, és a továbbiakban itt is megpróbálják szintrehozni a már e fölött lévő dolgozóknak a bérét. Reméljük, hogy mindenki megelégedésére fog ez szolgálni. A képviselők egyöntetűen örömüket fejezték ki a csónakázótóhoz vezető út, járda és parkolók felújításával kapcsolatban. Erre 25 millió forintot biztosít az önkormányzat. Ezen túlmenően megújul a tó felett ívelt gyalogos híd is. A strand újranyitására való igénnyel tisztában van a városvezetés, ám a megoldást még keresik. A jégpályával kapcsolatban viszont jó hír, hogy egy új hűtőberendezés beszerzésével megteremthetik a korcsolyázás feltételeit, akár a régi, akár egy új létesítményben. Mintegy 90 millió forintból megújul az Egressy Béni Művelődési Központ színház terme. Dr. Makkai Orsolya, a Barci Kard Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a több mint 40 éves épületre igencsak ráfér a korszerűsítés. Ebből az összegből felújítják a színpad, a stúdió és a nézőteret, a klubtermet, az előcsarnokot, kialakítanak egy korszerű mozit úgy, hogy emellett a színháztermi funkciók is megmaradnak, valamint kicserélik a légtechnikai rendszert és a villamos vezetékeket is. Kazincbarcika város önkormányzata 2016-ban nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton, amelyből a Barci Kard Kft. Színpadtechnikai eszközöket vásárolhatott. Ha idén is lesz hasonló lehetőség, a költségvetésben az ehhez szükséges pályázati önrész adott. A tervek szerint ebből a forrásból a művelődési központ emeletén, ahol korábban a városi könyvtár működött, olyan teret alakítanának ki, amely lehetőséget ad a fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltésére és különféle programok megrendezésére. A büdzsé összeállításakor a sikeres Color City márka további népszerűsítésére is gondolt az önkormányzat. Color City művészeti akciókra 24 millió forintot terveztek, amiből újabb épületdekorációs pályázatot ír ki az önkormányzat. Ennek nyomán tovább bővülhet a kazincbarcikai közés lakóépületeken elhelyezett festmények és újdonságképpen 3D hatású grafikák köre. Ebből az összegből fedeznék az országos média figyelemmel kísért Bud Spencer szobor kivitelezését és köztéri felállítását is. A kultúra mellett a sport is jelentős támogatásban részesül 2017-ben. A sportközpont műfüves pályájának felújítására például 48 millió forintot fordíthatnak, de a nagy népszerűségnek örvendő völgyparki játszótér és fitnesspark is tovább bővül. Kazincbarcika meghatározó utcái és terei évek óta különféle színekben pompáznak az adventi időszakban. Az önkormányzat azokat a városrészeket is szeretné ünnepi fénybe öltöztetni, ahol eddig ez még nem valósult meg. A karácsonyi díszkivilágításhoz új eszközök beszerzésére idén 18 millió forintot szán a város. A helyi adónemek felülvizsgálata kapcsán a képviselőtestület támogatta, hogy a legfeljebb 1 millió forintos bevétellel rendelkező vállalkozásoknak a felére csökkentik az iparűzési adóját. A tanácskozáson a városatyák tudomásul vették a helyi német, roma és lengyel nemzetiségi önkormányzatok tavalyi működéséről szóló beszámolóit. A három szakmai anyag közül a németekét egyöntetűen dicsérték. A testület módosította a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 2013-as és az épített környezet értékeinek védelméről szóló 2014-es rendeletét. Az első rendelet módosítással kapcsolatban fontos kiemelni, a képviselő testület a településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére a magatartás elkövetőjével szemben 1 millió forintig terjedő településképi bírság kiszabását rendelheti el. A 2017-es költségvetésről és a március 1-i munkaterv szerinti ülésről további részleteket tudhatnak meg a Color Hét március 10-i lapszámából. Az említett fejlesztésekről a híradóban a későbbiekben szólunk.